Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, engedjék meg, hogy pár gondolat erejéig beszéljek az úgynevezett nemzeti kérdésről. Természetesen nem az a kérdés, hogy Trianon a nemzeti tragédia-e. Természetesen az. De mivel visszafelé nem forgathatjuk az idő kerekét, csak azt érdemes vizsgálni, hogy mit tehetünk most a trianoni trauma kezelésére. A magyar választók jelentős része őszinte nemzeti sértettséget érezve megindult lelkiséggel keresne történelmi kárpótlást. Én ezt a megindultságot értem. Sőt, érteni vélem a 20-as, 30-as évek erős érzelmi töltésű Trianon visszarendezését célzó nacionalizmusát és irredentizmusát is. De nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy a nemzeti lelkesültség végül is egy tragikus háborúba sodorta az országot, melyben a magyarok százezrei összességében sok milliónyian vesztették életüket. Végül pedig nemhogy nem sikerült visszakapni egy négyzetméternyit sem a Trianon által elvesztett területekből, hanem, ha jól emlékszem, még további három falut vesztettünk el. Nem tagadom. Az a benyomásom, hogy miként a két világháború között, úgy most sem jár együtt a nemzeti lelkesültség kellő nemzeti bölcsességgel. Tudom, van, aki szerint az én álláspontom úgymond nemzeti alapon támadható, még durvábban nemzetellenes vagy egyenesen hazaáruló. Hosszú védekezés helyett inkább hadd hozzak ismét egy német példát. Vajon Willy Brandt is elárult a hazáját? Mint ismeretes, az egykori német kancellár a 70-es évek legelején véglegesen tudomásul vette a II. Világháború után kialakult úthatárt, és ezzel azt a tényt, hogy Kelet-Poroszország és Szilézia 10 millió német polgárral együtt végleg Lengyelországhoz került. Azt már meg sem jegyzem, hogy Németországnak soha eszébe sem jutott állampolgárságot ajánlani az ugyancsak elveszett Elszász és Lotaringia polgárainak. Slám, Németország mára megint sikeres nemzet, Európa vezető országa, az unió talán legfontosabb motorja. A német siker egyik oka, hogy nem újraírni akarják a történelmüket, hanem miként már korábban is utaltam rá, tanulni szeretnének belőle. Tessék csak megnézni, hogy miként vélekedik ma a német társadalom túlnyomó része és a politikai elit csak nem egésze a demokráciáról, a nácizmusról, a holokausztról. De nem Németországról akarok értekezni. A rendszerváltozás után a magyar politikai pártok meglehetősen nagy egységben hangoztatták a szülőföldön való megmaradás szükségességét. Ezért támogattuk mi óvatosabban, tudom mások, nálunk sokszor harciasabban a határon túli magyarok különféle autonómiai igényét, iskoláikat, könyvtáraikat, színházaikat. Ugye világos, hogy az autonómia és a kettős állampolgárság praktikusan kizárja egymást. Tudnék, saját ország határán belül egyetlen állam sem adhat kiterjedt autonómiát egy másik állam egy körzetben koncentrálódó állampolgári közösségének, mert az érthetően az elszakadás első és csak nem visszafordíthatatlan lépése lenne. Aztán tegyük még hozzá. A kettős állampolgárság akarva akaratlanul felgyorsítja a szülőföld elhagyását, az anyaországhoz való megtérést, ezzel pedig végleg beteljesíti Trianon tragédiáját. Természetesen érvelésemben szembe állítható, hogy nem viselheti el az egyes kisebbségi alávetettségben élő ember a nemzeti fennmaradás terhét, annak felelősségét. Szabad választást kell adni mindenkinek. Igen, ez súlyos érv. Mégis azt kell mondjam, ezer ilyen dilemmával találkozunk, amikor a nemzet ügyét igazgatjuk. Nem szeretnék profán lenni, de hasonló helyzettel állunk szemben, amikor nem tudjuk vég nélkül növelni a béreket vagy a nyugdíjakat, miközben az egyes ember talán megérdemelni. De egyszerűen azért nem tehetjük meg, mert a nemzet bizonyos érdekei és lehetőségei ezt nem engedik meg. A választójog kérdése, amit a határon túl élő Magyarországon életvitelszerűen
nem lakó magyar állampolgárok választójogának kérdése sok tekintetben ennél egyszerűbb kérdés. Ha a határon belül élő magyar politikai közösség tagjai úgy fogják érezni, hogy azok döntenek sorsa felől, akik nem viselik döntésük következményét, hiszen életvitelszerűen nem itt élnek, nem itt fizetnek adót, nem ide járnak iskolába a gyermekeik is folytathatnám, akkor ez drámai konfliktusokkal fog fenyegetni. Olyanokkal, amelyek nem közele fogják hozni a határ két oldalán élő magyar közösségeket, hanem éppen ellenkezőleg eltávolítják őket, és ma még megítélhetetlen tartalmú konfliktusokhoz fognak vezetni. Mindezt csak azért osztottam meg önökkel, hogy világossá tegyem, milyen elvi megfontolásból nem értettem, és ma sem értek egyet a kettős állampolgársággal, és a Magyarországon nem életvitelszerűen élő magyar állampolgárok szavazati jogának megadásával. És még mielőtt valaki hazaárulózni kezd, a végtelenül tiszteletre méltó és elismerésre méltó Markó Béla egy mondatát hadd ajánljam figyelmükbe. Állampolgárságomnak nincs köze magyarságomhoz. Nagyon jó lenne. Csak arra akartam figyelmeztetni, hogy mit sem ér a sokat hangoztatott nemzeti felelősség, ha abban csak lelkesültség van, és hiányzik a mértéktartó előrelátás, a bölcsesség. Mert a felelősséget időnként már csak egy lépés választja el a felelőtlenségtől. Szerintem a magyar jobboldal mit sem tanulva és értve az európai történelemből, éppen ezen utolsó lépés megtétele felé halad.